Sokan a jellegzetes ételei miatt is várják a húsvétot. Nem csoda hát, hogy az Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság is az ünnepkörbe tartozó termékeket, termékköröket ellenőrzi ilyenkor kiemelten. Elsősorban a húsvéti sonkákat, tojásokat, húsvéti édességeket, így például a csoki nyuszikat, valamint az alkoholos italokat, úgy mint a borokat, pezsgőket, és a tavaszi szezonális gyümölcsöket, zöldségeket veszik gorcső alá. Mindezt azért, hogy megfelelő élelmiszerekhez jussunk hozzá. A mégis elsősorban a magyar fogyasztók érdekeit próbálja védeni, hogy a húsvéti asztalra jó minőségű, biztonságos termék kerülhessen, senkit ne érhessen kellemetlen meglepetés se az áron elfogyasztása után, se a termék felvágása esetén egy rossz minőségű sonkán kerül például az asztalra, ezt is szeretnénk elkerülni. És ebből is látszik, hogy azért általában az előállító helyeken sikerül ezeket a folyamatokat megállítani, mert egyébként nem kaptunk ilyen bejelentésről hírt. A Nébik ellenőre és a kormányhivatalok szakemberei március vége óta vizsgálják a higiéniai színvonalat, az engedélyek meglétét, a termékeknél a tárolási körülményeket, a nyomon követhetőségi dokumentumokat, a megnevezést, összetevőket, minőségmegőrzési időt, valamint a csomagolást, hogy sértetlene. Országosan 4000 körüli ellenőrzést terveznek az időszak végéig, ez alatt mintegy 20 000 élelmiszertételt vizsgálnak meg. Az eddigi tapasztalatok alapján főleg a piacokon, vásárokban és ideiglenes árusító helyeken vannak szabálysértések. Szabolcs megyében azt látjuk, hogy az összes ellenőrzés közül főleg valóban egy vendéglátó esetben kellett higiéniai feltételek miatt intézkedni, termékek minősége miatt pedig 2 esetben történt intézkedés. Összesen 53 ellenőrzés történt a megyében ezen a szegmensen, és a kollégák 270 tételt ellenőriztek. Nagyobb kihágások, amelyek például működési engedélyek felfüggesztését vonták volna maguk után, idén eddig nem voltak megyénkben. Az ellenőrök egészen húsvét hétfőig bejelentés nélkül szinte bárhol felbukkanhatnak, előállítóknál és forgalmazóknál, kis és nagy piaci szereplőknél egyaránt. A Nébik abban bízik, hogy a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő ellenőrzés sorozat visszatartó erővel bír.